napot kívánok, üdvözlöm az Egyetem Televízió nézői nevében. Miért érdekel Festónak ilyen laboratóriumi kezdeményezések támogatása? Jó napot kívánok! Festónak alapvetően, mint ipari cégnek érdeke az, hogy megismertesse a diákokkal, illetve az iparban minél jobban elterjessze a saját termékeit, és ebben az esetben, amit itt látunk ebben a laboratóriumban, gyakorlatilag azok az eszközök kerülnek be, amit utána később a hallgatók, akik idejönnek és tanulnak, ott, amikor kimennek az iparba és egy cégnél elkezdenek dolgozni, egy az egybe fognak találkozni, nem lesz számukra idegen. Tehát egyfajta olyan gyakorlati képzést kívánunk ezzel nyújtani, amivel az a diák, aki itt egy valamilyen szaktudást megszerez, utána az egy az egybe tudja érvényesíteni kinn az iparba. Miért éppen a Veszprémi Egyetem? A Veszprémi Egyetem ez egy szerencsés együttműködés három cég között, a Festo, az ipari vállalatok, mint a Valeo és a Continental, illetve az egyetem. Ugye a Veszprémi Egyetemnek olyan szempontból van jelentősége, hogy itt van egy ipari góc, ami ugyanakkor van egy egyetem, és az egyetemen, mint mindannyian tudjuk, a gyakorlati képzéshez eszközök viszonylag kevés áll rendelkezésre, hiszen ez egy anyagi kérdés. Az egyetemeknek manapság kevés a pénzük. Úgy gondoltuk, hogy ezen a területen, ebben a régióban ezáltal létre tudunk hozni egy olyan központot, ami kihat utána a további terjeszkedésre, mind a Festo, mind az ipari, mind az egyetem szempontjából. Mennyire fogják elnyerni a hallgatók érdeklődését ezzel a laborral? Reméljük nagyon. Próbáltuk a milliót is úgy kialakítani, hogy ez tényleg a Festo image-nek és a Festo standardnek felel meg. Ha körbenézünk, látszik, hogy nem csak magára az eszközökre fordítottunk, hanem berendezésre is. Nekünk nagyon fontos az, hogy az egész egy komplex kép legyen. De gyakorlatilag itt a Festóról azt kell tudni, hogy a maga iparágában a Mercedes képviseli. Ehhez kell, hogy legyen a környezet is. Mercedes se lehet eladni egy dohányboltból. Itt az volt a célunk, hogy az iparvállalatokkal közösen egy olyan környezetet hozunk létre, ahol tényleg azt a színvonalat tudjuk elvinni és átadni a diákoknak, és gondoljuk, hogy ez vonzó lehet a diákoknak. Egyrészt azért, mert jól érzik majd itt magukat, amikor dolgoznak, másrészt meg tényleg olyan gyakorlati dolgokat szerezhetnek meg, amit máshol nem. Köszönjük szépen az interjút, további sok sikert kívánunk. Mi is köszönjük, és a diákoknak sok szép órát kívánunk itt ebben a teremben. Köszönöm szépen.